10 perc múlva 10 óra. Kecskemétől Budapestig M5-ös jól járható trafipax mentes, még mindig jaj, süt a nap, üdv nene. Na, nem jött meg a kedved egy kis bécsi kiránduláshoz? János. Jani. Ja, nekem. Hallgattam az ismétlések, azért kérdezem. És úgy éreztük azt a pici csillogást ott hátul a hangon. Van bennem némi nyitottság a téma iránt, de én soha nem szoktam csak így. Így hirtelen így. Gondolni, hogy beülni az autóba, aztán menni. Majd szépen megágyazunk neki, majd kitaláljuk, majd megtervezzük, aztán kimegyünk akkor, amikor már nem lesz karácsony. Igen, amikor már senki nem figyel jövő márciusban. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Azt hittem sikerül ennyi idő alatt meggyőzni Janit. Dolgoztunk rajta, jó. Nem? Feri, melóztunk rajta, de nem kis lépésekben. Csabi, nekem ahhoz is, hogy a térzokniról leszokjak, 15 év kell. Most azt kéne elintézned, hogy a metró aluljáróban, hogy megy le a Jani, ott fölé ki kéne rakni egy ilyen nagy posztert az új jelmondatunkkal. Jani goes to Bécs. Ez a jelmondat. Figyelj, én is voltam már, igaz, hogy évekkel ezelőtt, még gyerekek nélkül, de az egy ilyen felejthetetlen és életre szóló élmény. Igen, mert nyilván Laura sem volt veled, és ellátogattatok olyan külvárosi helyeket. De ő is velem volt, de ott még a forradbor vettetek egy forró puncsit. Ittatok egy forró puncsit 10 euróért. Illata is, és az ára is más, igen. Hát ott jó volt. Jó, gyerekek, egyszerűen is eljut. Hát most picit megdolgoztuk, majd jövőre újra kezdjük. Jövőre picit előbb kezdjük, és akkor... Ennyi. De persze. De mi dolgozunk együtt egy pár évig, hát előbb-utóbb csak elmész. Hát, hogyha 21-én nem következik be az, ami... Ja, igen, hát ja, ebből azt akarod kérdezni, mennyi még, ugye? Na, mennyi még? 14 nap, 2 óra, 28 perc és 4 másodperc, gyerekek. Ennyi van még állítólag. Már azoknak, akik hisznek bennem. Na, hívjuk a naphallgatóját már is. Ajándékaink vannak? Persze, hogy vannak. Dedikálja, nem? Nem, koncertjegy. Koncertjegy. Igen? Na, nagyon jó. Mi a mai karamellára? Ma van a karamell koncert. Ma van. Megyek. Nézd karamell koncertet. Én megnézem. Jól teszed. Kíváncsi vagyok. Morning show. Az bizony, jó reggelt. Hello. Jó reggelt. Szevasz. Nem írtad alá. Gábor vagyok. Hello Gábor. Honnan telefonálsz? Jelen pillanatban Körmend és Vasvár között vagyok, de álló autóban ülök. Hú, ott van a teljes útzár valahol arra, nem? Igen, nagy baleset. Körmend és Szombathely között 3 kamion, igen. És bedugultál, beálltál késsel merre? Nem, ilyen hátsó mellékutakon próbálom megközelíteni a célt. És mióta csinálod ezt? Reggel 8 óta. Nem az pontosabban, hogy itt fáradt vagyok, de azt akartam kérdezni, mióta állsz ott, mióta próbálod azt a balesetet kikerülni. Nagyon sokan írták, hogy ott nagyon nagy káosz van. Na, egy rövid SMS-t küldtél nekünk, szellemes volt. Ugye mi körülbelül fél órán keresztül nyaggattuk Janit, és próbáltuk rávenni, hogy menjen. A hallgatók védték, megpróbálták lebeszélni, Jani, ne add meg magad, ne menj, igazad van, ne higgy a fiúknak. És te ugye a megszólalás végén nagyon rövid kis SMS-t küldtél nekünk, amiben az volt, hogy já, nos, mész? Igen, szójáték ugyan, kevésbé szeretjük, a já igen, után vesző, nos, mész, szellemes volt. Úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója. Szuper, köszönöm szépen. Drága Gábor, és van egy csomó ajándékod, ha minden igaz. Nagyon örülök, köszönöm szépen.